Mégis voltak és vannak is tolnai jégkorongozók a Szekszárdi Egyesület kezdő, haladó és gyermekcsapataiban. Nincs ez ma sem másként, amióta komoly szakember, az OB1-es múltú Kakas Krisztián felügyeli, irányítja a képzést. A legnagyobbak mérkőzésszerű edzésjátéka zajlik éppen. A hátvédpáros egyike a tolnai Dobai Gergely. Egyenes útja vezetett az Erdélyből érkező tolnai srácnak a szekszárdi jégmadarakhoz. Édesapja Dobai Tamás ugyanis aktív jégkorongozó volt odaát, és Magyarországon is, ma is az öreg fiúk bajnokságban ma is játszik rendszeresen. Nem esett tehát messze az alma a pályától, itt kezdte 6 évvel ezelőtt a sportág alapjainak megismerését Gergely is. Áruld el, mi történt, amikor itt a szekszárdi edzők megláttak? Hát legelőször segítettek nekem, hogy jobban játszak, jobban tudjak korizni, jobban tudjak lőni. Segítettek mindenbe, segítettek, hogy gyorsabban tudjak korizni, gyorsabban tudjak passzolni. Milyen sikerélmények vannak az elmúlt 4 évben, hogy ma már az egyik legjobb játékosa vagy a csapatnak? Hát országos másodikak lettünk egy évvel ezelőtt. Nagyon büszkék vagyunk. Miben fejlődtél folyamatosan? Hát itt vagyok. Sokkal jobban tudok korizni, sokkal jobban tudom megszerezni a korongot a csatároktól, mint ezelőtt 6 évvel. Én jöttem szívesen még, amikor a csarnok még épült, de nyomva mihelyt a fiam kori tudott húzni, akkor hoztam, hogy korizzunk együtt. A cél ez volt elsőre. Rá egy pár évre már indultak itt az edzések, és örömmel hoztam, hogy 6 tanulja még ő is korcsolyázni, még jégkorongozni. Tehát az első ütéseket, az első korizási, megállási, egyéb technikai, taktikai dolgokat, azt itt már Krisztiánéktól, vagy a Krisztián elődjeitől tanult? Krisztián elődjeitől, ennek ellenére már ütőt fogott a kezébe, mi már passzolgattunk, amikor még nem is állt edzésre. De igen, Krisztián elődjei edzők révén kezdett jégkorongozni normálisan. Gergő védő, de taktikai feladata sokkal több ennél. Meg kell játszom a csatárokat, ki kell cselezzem a csatárokat. Ha jönnek csatárok támadni, akkor nekünk kell megszerezni a korongot, és előbb használni a mi csatárainknak, hogy belőjék a korongot, belőjék a gólt. Védő munkád mibe fejlődött? Abba, hogy sokkal erősebb lettem, és megszereztem a korongot, és jobban tudtam megszerezni a korongot. Mibe kell még fejlődni, amiért itt edzésen küzdesz, és mi az, amire Krisztián bácsi ráirányítja a figyelmet, amit nyüstol az edzésen? Sokkal gyorsabban korizzak, és sokkal jobban lőjem be a gólt. Az apa is örült neki, hogy a tavalyi U12-U14-es speciális országos bajnokságon ezüstérmes csapatnak oszlopos tagja volt a fia Gergő. Egyébként nem kerget rózsaszínű álmokat, nem lesz szomorú akkor sem, ha nem jut el az élvonalig, nem lesz belőle ismert jégkorongozó. Úgy gondolom, hogy az egy olyan magas szint, amire reális esélye nincs, ezt szintén el kell mondani. Viszont az, hogy hobbiként és felnőttként szeresse a sportot és mozogjon, csapatban játszon, arra megvan az esély. Erre jó példa Dobai Sándor jégkorongos pályafutása. Én is gyerekként jégkorongoztam, itt Magyarországon körülbelül 10 éve kezdtem el újból. Dunajvárosi amatőr, hát országos bajnokságban 2 idényt játszottam az országos bajnokságban, és itt Szekszárdon, ugye a Baján játszunk többet. Jelenleg egy nemzetközi amatőr bajnokságban is részt veszünk, 2 hét múlva játszunk Szabadkán. Dobai Sándor öreg fiúként igen aktív, a Totyogó Kacsák elnevezésű csapatával a Szekszárdi és a Bajai bajnokságban is rendszeresen szerepel november és február között.